Hello mindenkinek, Ryder vagyok, a mai Heroes of the Storm videónkban Abaturral fogunk játszani, a Melee Specialist-tel, aki mostanában már nem lát olyan sok napvilágot, mint ahogy régebben látott. Leginkább azért, mert Abatur iszonyatosan late game karakter, és mostanában a meta egyszerűen nem úgy áll, hogy kiúzzuk a merch-eket 25-30 percig, sokszor, nagyon-nagyon sokszor talán elér az egyik csapat a 20-as szintet, mielőtt véget ér a meccs. Abatur az egyik varja, tudnék én, akkor jó lenne. Az egyik karakter a háromból, akinek very hard nehézségi szintje van, a másik kettő medieval, illetve Lost Vikings. Mégis úgy érzem, hogy Abaturral nagyon-nagyon jól meg lehet tanulni bizonyos aspektusait a játéknak, és hogy mik ezek az aspektusok, hát ezt hamarosan meg fogom mutatni nektek. Jóval, hölgyeim és uraim, ma az Infernal Shrines pályán fogunk szenvedni. Az ott megvan Heggesztfest, még csak most vettem észre. Nem tudtam, hogy Sanctuary-ben vannak heggesztők, de hé, vannak heggesztők. A mi csapatunk, Ragnaros, Arthas, Abatur, Nezi, Bo, Zul'jin. Az ellenség csapata pedig Abatur, Leaming, Tracer, ETC, valamint Arthas. Na most! Csodálatos kis slug képességei. Először is nincs mountunk, ehelyett viszont gyakorlatilag egy megbuffolt dehaka burrowunk van. Csak ugye mi akárhova mehetünk. Ott van valaki. Ahol van visionünk. Ezen kívül már gyakorlatilag láttátok is minden képességét Abaturnek. Tehát két képessége van, a Toxic Nest, amit ezentúl lehet, hogy bányáknak fogunk hívni, mert igazából angolul mine, és a mine az azt jelenti, hogy bánya, valamint akna, ez igazából egy akna. De lehet, hogy úgy fog hívni, hogy bánya, ne aggódjon senki. Valószínűleg egy kicsit bajban van Zul'jin, szóval menjünk inkább le. Ezen kívül az, amivel igazából mi csinálunk a dolgokat, az a kunk, a szimbiót, gyakorlatilag egy szimbiótát át tudunk pakolni egy csapattársra, vagy egy minionra, mint ahogy azt láthattátok. Ekkor kapunk három új képességet, az egyik egy pajzs, amit Carapace-nek hívnak, az egyik egy skillshot, amit Stabnek hívnak, illetve egy spike burst, amivel egy AOE sebzést tudunk csinálni a karakterünk körül. Na most első szinten normális esetben én leginkább egy Survival Instincts-re mennék, de mivel hogy itt nincs most support sehol, ezért a Regenerative Microt-ot veszük föl, amivel hogy benyomjuk a pajzsot, akkor szépen visszatöltődik a HP-ja a karakternek, akin rajta van a szimbiótánk. Ez azért jó, mert nem töltődik vissza olyan sokat, de egy picike HP-t mindenképp tölt. Egy picike HP-t mindenképp visszatölt, és ugye, hogy sehol senkinek nincs egyetlen egy darab szupportja se, ezért szerintem ez jó lesz, egy picit meleültünk stabbel, de semmi baj. Nem tudok mit csinálni igazából. Oké. Okay. Csak menj, mint az állat, menj, fuss. Fuss. Zul'jinnek nagyon-nagyon jó lesz az Adrenal Overload, szóval azt fogjuk fölvenni. Gyakorlatilag amikor rajta van valakin a szimbiótánk, akkor Attack Speed bónuszt kap. És pontosan erre védel a másik Abatur is. Ez Zul'jinnak borzasztóan jó, ugyebár ne felejtjük el, hogy Zul'jin élete és lényege az, hogy milyen gyorsabban tudja támadni. Szóval mi valószínűleg Zul'jinon fogjuk tartani a kis sütyakunkat. Megpróbálunk hílelni, ahogy tudunk, amikor tudunk. Nem fogunk tudni olyan sokat szerintem, de megpróbáljuk. Na most nagyon fontos tudni, hogy Abaturnek vannak úgynevezett Abatur pályái. Ez egy olyan pálya. Ez leginkább a traitunkből adódik. Ami
a Locust Strain gyakorlatilag minden 15. másodpercben. Egy ilyen csodálatos kis Locust spawnolunk. Csak átesz, oké, átesz, figyelt, jó, köszönöm. Amivel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól tudunk pusholni, és az ellenség a betűjének is, hogy ott van a Locustja. És ez azért fontos, mert később, amikor már erősebb lesz az objektív, akkor mi be tudunk állni valahova, és gyakorlatilag, Jézus Isten, ezeket nem tudjuk lepöckölni. Be tudunk állni valahova, egy lénybe, XP-t tudunk szerezni, és pusolni tudjuk a lényt is, simán, simán, simán. Oké, ezt öljük meg, jó? Szóval egyszerűen nagyon-nagyon fontos. Na de, miért is jó? Azt mondtam, hogy abetől képes arra, hogy megtanítson titeket, vagy minket, az embereket, úgy általánosságban, hogy nézzétek meg, hogy pusolunk. Bizonyos aspektusai a játéknak. Miért? És mik ezek? Nos, leginkább térképre való figyelés, ami nagyon-nagyon fontos tud lenni. Mivel, hogy mi nem megyünk be a harcba, ezért nem vonulunk együtt a csapattal, és kell nekünk Needle Spine? Kell nekünk olyan Needle Spine? Azon gondolkodom. Vagy inkább Deadford Carapace. Deadford Carapace jó lesz. Szóval mivel, hogy, és most szépen lemegyünk amúgy, mivel, hogy mi nem harcolunk, ezért a testünkkel tudunk szókolni máshol. Hát ennyit a pajzsunkról. És jelenleg itt fogunk szókolni boton, amíg mindenki más, ha minden igaz, akkor szépen fölmegy és megcsinálja a shrine-t. Ezekünk csak jó. Ezekünk csak és kizárólag jó tud lenni. Sőt, lehet, hogy inkább átmegyünk midre. Hát hogyha... Wow! Ne! Oké, köszönöm. Hát hogyha midre lettünk volna, akkor le tudtuk volna szedni itt ezt a fortot. Itt, ha más nem, legalább egy pár lőszert le tudunk belőle szedni. Mindeközben, Naziból tegyünk egy kis híleket. Jó, két részre meg fog halni, mert részre nem volt recall. Kérdőjel. Jó, most már, hogy Arthas elment, nyugodtan ide jöhetünk. Bele a Minion hullámba, mert jók vagyunk a videójátékban, hölgyeim és uraim. Meg tudjuk őket csapkodni. Tehát Abatur ezért nem harcol. Az a 40 akármennyi sebzés, az nem fog megvédeni senkit. Senkit semmitől. Viszont még mindig tudunk itt pusolni. És fogunk is pusolni. Network Carapace-szel a közelben lévő csapattársak is kapnak pajzsot, amikor benyomjuk az énket. Ultimate Evolution, de meg jót rendet vettem föl. Ezáltal még erőteljesebben tudunk pusolni. És nézzétek meg, hogy healerődik a kicsi minion, amin rajta van a kis hetünk. Benyomjuk a pajzsot, és visszajött a HP-ja. Egyszerűen visszajött a HP-ja. Szóval ezért azért érzem Abatürt nagyon-nagyon jó karakternek, mert ugyebár egyszerűen megtanít minket arra, hogy figyeljünk a térképre. Hiszen ha nem figyelünk a térképre, akkor nem tudjuk, hogy hova érdemes, hova jó bemenni, szókolni, és mikor mit jó csinálni. Nézzétek meg azt a fortot, mi szedtük le, mi egyedül magunkba, és ha nem fog reagálni az ellenség erre, már pedig nem tud reagálni az ellenség erre, mivel ott vannak fönn, és azzal szenvednek, igazából klónozzunk. Here we go, fam! Oké, szóval ez a Zulting. Zulting Ultimate Evolution gyakorlatilag le tudunk klónozni valakit, és gyorsabban többet sebzünk, illetve gyorsabban mozgunk, mint amúgy,
mint ők, és ezáltal iszonyatosan effektívek tudunk lenni a harcba. Na most, ez a talent több dolog miatt is nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon wow, a másik ulti. Nagyon-nagyon hasznos tud lenni, én meg fogunk halni. Yeah, please no, 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 oh, 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 oh. A Locust. Az utolsó pillanatban a Locust. Ah. Fuck yes. Jó. Szóval, miért jó még annyira? Innen el kéne menni. Meg fog halni. Ez a mencsit csinál, innen el kéne menni. Miért jó még annyira? Ezéke. Csodálatos a betűr. Nos azért, tehát azt már tudjuk, hogy ugye tanultunk térképre odafigyelni. Térképre odafigyelést. Simán. Ezen kívül még megtanultuk azt is, hogy igazából kit érdemes felpajzsolni, mert hogyha megnézzük... Oh yeah, a hílek! A hílek, Istenem, a hílek! Mert ha megnézzük, akkor igazából a pajzsunkat, hogyha levettük valakiről, pár másodpercig nem tudjuk használni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag amikor kiválasztottunk valakit, akkor csodálatos házasságba kerülünk velük, azért ez kicsit túlzás, de egyszerűen nem változtatod csak úgy tetszés szerint a karaktert, akivel akivel szeretnénk szimbiózisba kerülni. És épp ezért azt is kell tudni, hogy kire érdemes rápakolni a kunkat. Ezen kívül az Ultimate Evolution ulti miatt még azt is megtanuljuk, hogy nézzetek meg, ez egy rossz döntés volt. Azt is megtanuljuk, mondjuk úgy, hogy kit érdemes lemásoljunk a csapatunkban. Ez Ibo miért vagy itt? Ne. Tehát ezt nem kell csinálni az Ibo. Én itt lepusolok mindent, nem én szereztem a legtöbb XP-t, ami fura. Pedig úgy érzem, hogy egy csomó mindent csináltam. Tehát az ultinkkal, az Ultimate Evolution-nel megtanuljuk azt is, hogy kit érdemes lemásoljunk, hogyha le akarunk másolni valakit. Kinek van a legnagyobb hatása a teamfight-ban? Ez így bozzalott el lesz, igazából adjuk rá egy kis shield, mert miért is ne. Szuper. 16-os szinten a Lux Broodot fog fölvenni, amivel meg tudunk spawnolni 3 darab locustot, akiknek a 13-as szintünk hatására egy range támadása van most már. Szóval gyakorlatilag messziről nagyon-nagyon erőteljesen képes arra, hogy pusholjanak. És az úgy csak jó és csak király nekünk. Tehát nézzétek meg, ennek a minion hullámnak esélyesen lesz igazából velünk szembe. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. Ha tudnám, hogy kire tegyem a karakteret, tehát soha nem mondtam azt, hogy jó vagyok a battle-ból, szóval értitek. Jó, most szóval ideje megint egyet locustolni. Bam, locust. És ezért mondtam, hogy ez egy avatúr pálya. Gyakorlatilag én itt el tudok pusholni egész nap, amíg a csapatom máshol teamfightol, és én így gyűjtöm az XP-t. Ha megölök valakit stebbel, kapok XP-t. Ha megöl valakit az egyik locustom, kapok XP-t. Bármit, amit, vagy ha olyat csinálok, amihez amihez valami képességem, akár a traitem köze van,
azért kapok XP-t. Tehát ez a push, ez hamarosan igen komoly lesz, és már az XP is a miénk, a legtöbb XP játékban. És hogyha nem figyeled az ellenség csapatára rá úgy igazán, akkor ez komoly problémákat fog neki okozni, az az igazság. A legjobb az, hogyha felmegyünk topra, igazából most, hogy bespawnoltuk ide a lókusztokat, azok ott el fognak bőven pusholni, és mi itt rengeteget tudunk segíteni, igen, a csapatnak, a csapaton, azáltal, hogy gyakorlatilag nyomást gyakorolunk az ellenségre, mert már le van szedve egy képük. Közben a teamfight, hol van egy jó kis nezibónak kell egy kis HP, easy, még klónozni se kellett. Szuper. Szóval, avatóra az a probléma, hogy mire láthatjátok, itt még ezek pusholnak, már nem pusholnak, de pusholtak elég szépen. Avatóra az a probléma, hogy igazából 13-as szinttől, amikor elkezd, és gyakorlatilag mindig ezt a két talentet veszik fel az emberek, mikor elkezdünk ezekbe bele talentelni, akkor leszünk igazán erősek pushból, mert ezek pici a bőr, tudjátok, de erős. Nézzétek meg, annak ott vége lesz hamarosan. Hello. Menj. Viszlát. Slug life. Oké, nyerünk? Srácok, nyerünk? Ne nyerünk már még ilyen hamar, jó? Léci. Hát úgy néz ki, hogy nyerünk. Úgy néz ki, bizony, hogy nyerünk. Hát akkor nyertünk. 20-as szinten a Locust Nestet vettük volna föl, ami gyakorlatilag pontosan ugyanaz, mint a trétünk, csak le tudjuk tenni valahol a pályán, és ezáltal igazán komoly, nagyon-nagyon komoly nyomást tudunk gyakorolni az ellenség csapatára. Már csak azért is, mert ugye, mint mondtam, ez egy abatúr pálya. Abatúr pályának az az ismérve, hogy háromsávos, nagy, tehát nem Dragonshire, vagy Tomb of the Spider Queen, nagy, és annak teamfightok olyan helyeken, ahol miközben nincs a csapat lane-ben. Szóval Infernal Shrines, Towers of Doom ott nem annyira, de az is, Towers of Doom, Infernal Shrines, ahol voltunk, igen, ezt mondtam, Cursed Hollow, illetve Warhead Junction. Soha ne vigyetek Braxis Holdoutra Abathurt. Nem jó. Hé, hey, az egész meccs 100%-ában életben voltunk. Szuper. Szóval a buildünk. Első szinten a Regenerative Micros vettük föl, ami által healelünk, mert nem volt support sehol. Normális esetben inkább szerintem jobban járunk egy Survival Instincts-el, vagy Envenom Nest-el, hogyha Akna build-re akarunk menni. Ezen kívül 4-es szinten az Adrenal Overload-ot vettük föl. Tudom én, mit például, tudom én. Mert az rengeteget segített Zulgi-nak, igaz, hogy gyakorlatilag nem kellettem, csak ott voltam a pályán, mindenhol máshol is pusholtam, és gyakorlatilag azt hoztam el a csapatnak, a nyomást, a lane pressure-t. 77. szinten Network Calypso-t vettük föl. Itt igazából minden jó tud lenni, tehát Network Calypso-szal sokkal többet tudunk még jobban pusholni, Mule az nagyon-nagyon hasznos tud lenni, rengeteg pályán nagyon iszonyatosan hasznos. Needle Spine az több sebzést, Vile Nest az egy kurva jó slow az aknáinkon. 10-es szinten Ultimate Evolution, mert teamfightokban rengeteget tud ez segíteni. És mert az Evolved Monstrosity is jó,
Az Evil Master City is jó képesség, amit a másik apertúr vett föl. Azzal jobban lehet pusholni, de úgy érzem, hogy hogyha egy T-fightot megnyerünk, akkor azzal megnyerjük a pusht is, tehát értitek? 13-as szinten a Bombard Strain, amivel a locustainknak range attackja van, valamint többet is sebeznek. Ezáltal nagyon-nagyon jól lehet vele pusholni. És ezt összerakva a Locust Brood-dal, mert gyakorlatilag egyszerre lehet 4 darab locustunk, sőt, hogyha be tudjuk időzíteni rendesen, akkor a Locust Nest-tel 5 darab locustunk egyszerre, és én játszottam már olyan abatőr ellen, ahol late game-ben, a meccs vége fele, ha megvolt az 5 locustja, netán 6, az komolyan fájt. Tehát az nem volt gyerekjáték. Maradjunk annyiban. Az egyetlen probléma jelenleg a betűrrel az, hogy... ez a zene. Ezt hallottátok ti is, igaz? Eltűnt egyszerűen. Ez az egyetlen probléma tényleg a betűrrel az, hogy láttátok ezt a meccset is, 18 perc alatt vége volt. És nem tudtuk behozni a Locust Nest-et. Képzeljétek el a helyzetet. Ez a három ujjam, a három lén. Fuck yes. Tudok mutogatni nektek. Úgyhogy ha minden harcol a csapat, így toppon vagyunk, generáljuk a locustokat, akik sokat sebeznek, erősek, hogyha első szinten fölvesszük a Survival Instincts-et. Bottom pedig van egy locust nestünk, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a teamfightot túl sokáig elhúzzák, mi megnyerjük a lént. És ugye, mint mondtam, Abaturrel nagyon jól meg kell tanulni ezt, hogy figyeljük a térképet, ami az egyik legfontosabb dolog a játékban, valamint a pingekre is figyelni kell, mert ugye, hogyha valaki segítséget kér, oda megyünk, Q, és már is pajzsot kapnak, sebzést kapnak, sőt, időnként híleket, talán mozgás is van valahol, adrenalin boost, attack speed is minden. Jó van, hölgyes uraim! Ha tetszett a mai hozzászóló videó, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert ez rengeteget segít. Valamint, hogyha vagyok a csatornán, én azt szeretném, hogy jelentkezzetek fel, ha szeretnétek még több hozzászólómat látni. Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább!